Csillá! Mit csinál egy anyuka, hogyha a gyereke játszani akar, és nincs otthon szerencsekerék? Hát eszkábál egyet! Sziasztok! Most egy nagyon érdekes slime készítő videóval érkeztünk nektek. Szerencsekerék slime-ot fogunk készíteni. Sajnos nem a saját ötletünk, mi is úgy láttuk a neten, de gondoltuk, hogy megvalósítjuk, mert szerintünk nagyon jó pofa dolog. Tényleg. Szóval a dolog lényege annyi, hogy megpörgetjük ezt a kereket, amin vannak különböző hozzávalók. Tehát ragasztó 1, ragasztó 2, flitter, illat, borotlahab, csillámpor. Hát igen, amiket bele szoktunk tenni egy slime-ba. Csak hogy most nem mi döntjük el, hogy mi kerüljön a slime-ba, hanem ez a kerék itt. Képzeljétek el, hogy ezt a kereket mi magunk eszkábáltuk Mollikával. Tehát ezt nem készen vettük a boltban, hanem ha láttátok azt az anyagunkat, ahol a tortákat készítettem 100 emberre, akkor ott láthattátok ezt a forgatható kis torta állványt, aminek a segítségével betöltöttem a tortákat. Na az van itt hátul, ez a torta állvány, mert ez ugye így pörög, vagy hát ilyen forgatható. És rá szerkesztettük Mollikával, kartonból ezt a klassz kis kereket. Tényleg, hát mit csináltuk? Már az is élvezetes volt, bár eltartott egy ideig. Na de, most ő lesz a segítségünkre abban, hogy megmondja nekünk, hogy mi kerüljön a slime-ba. Na, itt van ugye a kétféle ragasztó és mindenféle egyéb csillámport. Sajnos nem kaptunk a boltban, ezért ilyen csillámos ragasztót vettünk helyette. Na, szerintem kezdjük, Mollika. Tök jó. Ragasztó 2! Szuper! Na de melyik legyen a ragasztó 2? Mert van ugye átlátszó, meg fehér ragasztó. Hát melyik legyen a ragasztó 1 és ragasztó 2? Hát most az átlátszó ragasztóból szeretném. Hát gondoltam, valahogy sejtettem. Jó, de csak picit öntsél bele, hogyha ti is megcsináljátok ezt, akkor óvatosan a hozzávalókkal, mert lehet, hogy 5-ször fogjátok kipörgetni a ragasztót, és akkor nem jó, hogyha egyszerre sokat öntötök. Ragasztó 2, szintén. Na. Köszönöm szépen. Végre, egyébként ezen nagyon izgultam, hogy vajon lesz-e benne majd ragasztó, mert anélkül ugye elég nehéz. Tehát az is megtörténhetett volna, hogy kipörgetjük a flittert 23-szor, és akkor flitteret lesz benne jó sok, de ragasztó meg semmi. Na, te jössz, Mollika. Mosószer. Ó, de jó, hát neked mindjárt elkészül a slime-od. A mindenét. Azt hittem, hogy azért ez egy kicsit lassabb folyamat lesz. Na, nézzük engem. Én mennyire vagyok szerencsés? Festék. Festék? Ú, de jó. Na, milyen színű legyen? Legyen kék. Aprilfestéket is lehet használni, meg ételfestéket is. Hát én pirosat szeretnék, ilyen lányosat. Úgyhogy most ilyen... Nem baj, rózsaszín, teljesen jó. Rózsaszín ételfestéket fogok bele keverni az én kis ragasztómba, így. Ó, de jó, néz ki! De jó, nagyon szeretem ezt a színt. Na, kérem szépen, szuper. Te jössz, Mollika. Ez nagyon jó. Illat. Lehet választani. Kókusz. Mi van még? Borsmenta és eper. Na ez az. Hát választál, milyen illatot szeretnél. Legyen kókuszos. Oké, legyen kókuszos. Jó, közben én jövök. Flitter! De jól jártam! Ugyanis csak olyan flittert kaptunk a boltban, ami ilyen lila csillagocska. Na, tök jó. Mert szerintem úgy fogja szúrni a tenyeremet majd, amikor gyúrom a slime-ot, hogy még. Na, mindegy. Hát a buli az buli. Nézzük. Egyszerre nem teszünk bele ugye sokat, mert ki tudja, hányszor fogjuk még kipörgetni a flittert. Na, te jössz. Csillámpor. Na jó. Én szerintem szóval, ezüst. Ezüstös csillám. Hát legyen úgy. Nagyon izgalmas. Mosószer! De jó! Most már mind a kettőknek van slime-ja. Micsoda öröm ez? Szuper jó. Egyébként még színben is passzol, mert a kis piros ragasztómhoz most egy kis mosószer. Én már nem izgulok, hogy miért fognak belekerülni a slime-omba. Na, Mollika, most te jössz. Ragasztó 1! Végre! Fehér ragasztó. Tessék. Nagyon jól néz ki, Molly, a kétféle ragasztó, ahogy keveredik. Na, nézzük. Borotva hab! Hát, de jó! Ez tök jó, borotva hab. Szóval az enyém már biztos, hogy habos slime lesz.
Ez jó játék nagyon. Na ez most vajon melyik? Mosószer, mosószer. Na még egy pici mosószer, mehet bele. Túl aktiváljuk a slime-ot. Oké, okay, jó. Én jövök. Most visszafelé fordattam, nem mintha nem lenne. Tök mindegy. Ragasztó kettő! Az melyik? Az ugyanaz. Na most kezdtem már örülni, hogy kapok én is fehér ragasztót, de nem, nem kapok. Egyébként őszintén megmondom, hogy nem tudjuk ám, hogy ezt meddig kell csinálni. Tehát ez akármeddig is lehet csinálni. Tulajdonképpen... Amíg el nem fogynak az alapanyagok. Igen, tulajdonképpen a lényege annyi, hogy legalább odáig el kell jutni, hogy összeálljon a slime. Tehát, hogy legyen benne ragasztó, legyen benne mosószer, mert attól ugye összeáll a slime. De akkor már összeállt. Aztán, hát, mert mi nagyon ügyesek voltunk, és elsőre kipörgettük az alapvető hozzávalókat. Na de azért menjünk még egy kicsit tovább. Nekem például nincs még benne csillámporom. Na, az kell. Az kell. Nekem flipperem nincs még. Na tessék, én szerintem anélkül nem lehet slime. Nem. Jó. Úgyhogy tessék tovább. Mollika? Borotva van? Hú, de jó, végre neked is van. Szuper! Nekem ez tetszik, csináljuk még! Csináljuk, hát persze, hát még egy másfél órán keresztül elszórakozunk itt vele, maradtak addig velünk? Jaj, de jó. Na, gyerünk! Ragasztó egy! Végre! Fehér, kérem szépen! Á, de jó! Nem kutyoljuk össze? Jogos a kérdés. Igazából már összekeverhetnénk, de akkor így izgalmasabb, hogy még így darabjaiban van gyakorlatilag. Tehát tényleg akkor keverjük csak össze, amikor már minden benne van, jó? Jó, oké. Okay. Na, most ki jön? Én. Ja, te. Jó, oké. Okay. Hopp, na, meddig? Borotva hab, tessék. Újabb adag borotva hab, mehet. Ez nagyon jó. Na, ez az. Jó, elég lesz Mollika, mert még lehet, hogy ötször kipörgetek. Jó. Mehet. Egy kis glitter, ragasztó kettő. Még egy kis fehér. Hát az én... átlátszó. Amúgy se lett volna már átlátszó az enyém, hiszen már borotva hab is van benne. De az az átlátszó ragasztó, a ragasztó kettő. Tényleg? Nem, tök mindegy, már úgy se lesz átlátszó. Nem baj. Oké. Okay. Mosószer. Hűha, csak óvatosan, nehogy jó, aztán túl kemény rájön össze a slime-od. Festék! Nekem hát most miért nincs tegyen festékem. Bele? Hát most komolyan. Most ez legyen lila, teszek bele egy kis kék, izé. Változatosan. Úristen, egyszer ez kicsapódott. És beterített. Há, most jó. Nem. Gyerekek. Csillámpor! Ah, végre! Most rakjunk bele zöldet. Ja, de végül amúgy is van. Most rakjunk bele zöldet. Ha csak úgy nem. Flitter! Jaj, de jó! Teheted bele a szúrós flitter. Na nézzük, hát ha most szerencsével járok. És jut nekem egy kis csillámpor, mert nekem még az nincs. Ragasztó egy. Nem akarok már ragasztót! Az elején tényleg attól reszkedtünk, hogy nem lesz benne semmi ragasztó. Hát most aztán nyakig ülünk a ragasztóba, csak még csillámpor nincs. Meg, na mindegy, szerintem még egy párat pörgessünk, Mollik, aztán hagyjuk menni a dolgot. Összegyúrjuk! Festék! Na végre! Neked még nincs festéked! Legyen lila! Na, adjunk még egy kis esélyt. Csillámpor! Na, miért tetszett? Ez nagyon jó. Micsoda öröm, egy kis csillám. Tegyél pirosat. Aranyszínű. Tehetek kétfélét? Tegyél. Molly, a slime nagymester megengedte, hogy kétfélét tegyél. Ez de jól néz ki, gyerekek! Na hát, mint a kaviár. De gyönyörű! Inkább ilyen karácsonyi szín. Igen, ez igaz. Na jó, te vagy Mollika. Szerintem most már lassan összekeverhetjük, mit szólsz. Még egy kis festék. Adj neki, legyen. Szerintem pörgetünk még kettőt, és utána összegyúrjuk. Jó.
Illat. Na jó. Hát tegyél bele egy kis illatot, amilyet szeretnél. Tessék. De ez a tiéd? Te pörgettél. Ja, elnézést. Kicsit ez a meleg megzavart. Már nem tudom, hogy ki kivel van. Epres. Lesz itt minden. Borsmenta, eper. Nagyon jó. Ragasztó? Jaj, de jó, ragasztó egy. Öntsél bele bátran szerintem, mert most már lassan befejezzük, és legyen már ilyen kis vesés adag slime. Ja, akkor még egy picit. Még mehet egy picit. Tén? Nekem is mehetne még, ami azt illeti. Ragasztó egy! Akkor kérem na. Szépen, én is. Na, lesz ebből, lesz ebből. Lesz slime. Nagyon jó lesz. Na, hagyd neki, ez az. Hadd menjen, hadd menjen, hadd menjen. Ez az. Na, utolsó pörgetés, Mollika. Borotvahab, az az, ez az. Adj neki borotvahabot. És most jön az összekeverés. Akkor nézzük. Jaj, tök jó, kezd összeállni! Ide nézzetek! Ó, de jó! És neked is! Jaj, de klassz! Úristen, tényleg, mint két ilyen földön kívüli, az egyik ilyen kék, gusztustalanság, a másik meg zöld. Ez nagyon jó móka, gyerekek! Hát, hogyha van rá egy cirka fél napotok összebarkácsolni ezt a kis kereket, akkor már mehet is a buli. Baszta! Ez nagyon jó! De jó! Mollikám, neked inkább ilyen iszap slime-od lett. Iszap slime, tényleg olyat még nem csináltunk, hát most de. Elkészült, összeállt a slime-unk, hát akkor most vegyük ki ide az asztalra. Ah, nagyon jó! De jó lett, azt a mindenit, nagyon klassz lett. Ó, hát buborék, megy a buborék? Megpróbálom. Nekem inkább ugrott egyet. Hát megy. Oh! Siker! Hello! Egy pici! Ügyi. A picit is becsülni kell. Mollika, van-e kedved összegyúrni a két slime-ot? Aha. És abból készíteni ilyen jó nagy buborékokat? Igen! Na lássuk! Milyen nagy, óriási. Szerintem sikerült előállítani egy újabb nagyon szuper slime-ot, ráadásul az elkészítés módja még sokkal élvezetesebb volt ezzel a szerencsekerékkel. Hát, ha gondoljátok, akkor próbáljátok ki ti is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép napotok. Sziasztok! Sziasztok.